Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés pedig úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Megnézzük először az ő gondolatait. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol ő le tud gyökerezni. Ez lehet a ti párkapcsolatotok, de itt mellette megjelenik a kasza. Ennek két jelentése van. Vagy elvág valamit, mert ő lezár bizonyos témákat, vagy bizonyos kapcsolatokat. A kasza azt is jelentheti, hogy olyan dolgok történnek, amire nem számít, vagy te nem számítasz erre, tehát olyan hirtelen lesz egy meglepetés. Amit a fa még jelenthet, egészségügyi témák, lehet, hogy ezen a területen dolgozik, vagy utalhat betegségre, lehet, hogy nem nála, hanem valaki beteg a családban, akkor a kasza operációt is jelenthet. A második kérdés, hogyan érzi magát? Hát bizony, benne van ebben a toronyban, egy szűkös helyzetben, amiből ő szeretne kilépni. Lehet, hogy ez betegíti őt, és akkor itt a kasza azt jelenti, hogy lezárja ezt a tornyot. Ez lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy is. Javul a helyzet, itt megvan a gyógyító erő, és ez a kép utal a nyilvánosságra, a sikerekre, tehát meg lesz majd ez a magabiztos fellépése, lesznek nála változások. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatot. Keresi veled a kapcsolatot. És a hold utal az álmaira, a vágyaira, az elképzeléseire. A gyűrű azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád a múltból. Lehet, hogy az utóbbi időben nem volt kapcsolat köztetek, de bízhatsz abban, hogy álmodozik rólad, és visszatér hozzád, ha ebben a helyzetben vagy. Mi fűz össze benneteket? A horgony. Ez is jelenti a biztonság érzetét. Ő úgy érzi, hogy nálad le tud horgonyozni, le tud gyökerezni. A horgony jelenthet munkát, ez lehet egy munkahelyi kapcsolat is, vagy azt is jelentheti, hogy szeretne veled együtt dolgozni, itt a nyilvánosság, a gyűrű lehet szerződés is, és a fa jelenti az egészségügyi témákat, tehát ezen a területen. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!